Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a teremben helyet foglaló kedves vendégeket, a televízión bennünket követőket. Rendkívüli testületülést hívtunk össze, több fontos napirendi pontot kell megtárgyalnunk. A kettes számú napirendet visszavontam, a 9-est és a 10-est úgy szintén. Tehát ez a három napirend később lesz megtárgyalva, vagy nem lesz megtárgyalva, mert okafogyottá vált. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdésük, felvetésük. Kérem, hogy géppel szavazzunk az elfogadásról, felvételről. Egyhangulag elfogadtuk. Egyes számú előterjesztés az EFOP-os programokkal kapcsolatos. A városban több intézménnyel összefogva egy nagyon sikeres Európai Unió által támogatott program zajlott, illetve zajlik jelenleg is, de már nagyon a végéhez közeledik. Az intézményekkel egyeztetve végignéztük azt, hogy melyek azok a program elemek, amelyeket érdemes a jövőben is fenntartani, mert hordoznak magukba akkora szakmai értéket, hogy kár lenne azért nem foglalkozni a programmal, mert nincs EFOP támogatás. Az intézmények ezeket a rendezvényeket, programokat, képzéseket végignézték, és hát nyilván valamekkora költség támogatást igényelnének, főleg az anyagiak vonatkozásában, ennek az összege 1 millió 500 ezer forint, a jövő évi költségvetés terhelni az összeg. Szeretném javasolni, hogy fogadja el a testület, és támogassuk meg az intézményeket. Ugye ez az óvodákat, a bölcsödét jelenti, a belvárosi iskolát, a József Attila iskolát és az I.S. Gyula gimnáziumot. Ez utóbbi három, bár működtetésben, fenntartásban a klikhez, az államhoz tartozik, de hát a program szempontjából úgy gondolom, hogy érdemes ezt nekünk is propagálni és támogatni. Kérdések következnek az előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Önerő biztosítása a Szőlőhegyi kerékpárúthoz. A kerékpárútnál a műszaki ellenőr az aszfaltos kivitelezéshez kapcsolódóan előírt egy lepelszerű fagyvédő réteget. Ennek a pluszköltsége jelenik meg, amivel eredetileg nem számoltunk a közbeszerzés során. Ennek a költségét viszont idén nem kell kifizetni, hanem a 2020-as költségvetés terhére január 30-ig állapodtunk meg a vállalkozóval. Ugyanakkor minden esetre örvendetes tény az, hogy ez a kerékpárút el tud készülni. A híd az tervek szempontjából szintén elkészült, annak a kivitelezéséről a képviselőtestület a későbbiek során tud dönteni. Nyilván a cél az, hogy 2020 tavaszára a híd is megépüljön. Kérdések az előterjesztéshez kapcsolódóan vannak-e? Hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Következik a visszatérítendő támogatás biztosítása a Zöldkülő Egyesület számára. Ez egy biztonsági határozat, hiszen a Zöldkülő Egyesület a hacsos pályázaton nyert. Fent van az interneten a döntés. Ugyanakkor még az adminisztráció elhúzódása miatt támogatói nyilatkozat, illetve írásbeli szerződés nincs, nem áll rendelkezésre. Az Egyesület ugyanakkor szeretné tartani azt az ütemezést, amit a pályázatban is megjelölt, ezért beszerezte azokat a
az eszközöket, amelyeket fel is állítottunk a művelődési ház melletti kutyafuttatóban. Véleményem szerint meg az arra járó ebb tulajdonosok szerint nagyon szép lett, nagyon jól sikerült. Köszönjük szépen Molnár Tündének a támogató kezdeményezést. Külön köszönöm Marosi Zoltánnak a szakmai együttműködést, aki végig koordinálta és egyeztetett a beszállítóval, ugyanakkor egyeztetett a Városi és Lakásgazdálkodási NKFT-vel, hogy milyen formában, milyen sorrendben, milyen technikai kivitelezésben kerüljenek felállításra az akadály elemek. Külön köszönöm Cukor Zoltánnak, hogy a következő hétre már oda egy olyan programot szervez, ami egyaránt fontos a kutyás tulajdonosoknak, és az egészségvédelemmel, sporttal lesz összefüggésben. Tehát úgy néz ki, hogy nem csak a kutyások tudják használni azt a területet, hanem olyan feladatok kerülnek kivitelezésre, amikor a kutya és a gazdája tulajdonképpen egyszerre fog sportolni, tehát úgy néz ki, hogy multifunkcionálisan is használható ez a nagyszerű pálya. Én méltán mondom azt, hogy ez egy európai szintű kivitelezés lett, illetve maga a pálya, és hát a megújult főtérhez nagyon-nagyon jól passzol ez a nagyon szépen kivitelezett terület. Tehát biztonsági határozatról van szó, ami azt jelenti, hogy a testület addig biztosítja ezt a forrást, amíg a vissza nem térítendő támogatást megkapja az egyesület, és akkor azt vissza tudja adni. Van-e kérdés? Hozzászólás? Nem látok, kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Pótmunka igény a Kéktefelejts utcában. Az ivóvíz hálózat rekonstrukció és az aszfaltozás megtörtént. Ugyanakkor, amikor a közbeszerzés kiírásra került, nem számoltunk azzal, hogy a kivitelezésben olyan szinten károsodni fog a járda, ami teljes helyreállítást igényel. Ennek a költsége 15,5 millió forint, ugye? Hogy? Plusz fa, plusz áfa. Erre az önerő pályázat, az önerő, amit egy pályázathoz biztosítottunk, és az nem nyert, rendelkezésre áll a gördülőfejlesztés terhére, tehát be tudjuk vállalni ezt a munkát. Van egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Simon István, parancsoljon. Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a pótmunkának a bekerülési költség, ez körülbelül milyen arányban, vagy milyen viszonyban van a teljes munkának a bekerüléséhez, mert ez most ebből az előterjesztésből nem derült ki számomra. 28%-os arányban. Előre szeretném bocsájtani, hogy semmi bajom nincs a kertvárosiakkal, különösen, hogy én is több mint 10 évig ott éltem, és nagyon szerettem ott lenni. Pusztán egy-két dologra, egy jelenségre szeretném ráirányítani a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy aki esetleg nem ismeri ezt az utcát, annak elmondom, hogy ez kertvároson belül egy ilyen U-alakú utca. Érdekes megoldásban nagyjából a fele a Kéknefelejts, a másik fele az Ibolya utca. Legalábbis, ha az emberi végigmegy rajta, akkor ez derül ki. Való igaz, hogy évek óta nagyon elhanyagolt volt ennek az egésznek az úthálózata, úgyhogy az, hogy most ezzel a fejlesztéssel egy teljesen új aszfaltburkolatot kapott, ez szerintem az ott lakóknak nagy öröm. Azt is el kell azonban mondani, hogy a fekvéséből adódóan ez az utca, ez olyan, hogy szinte ki lehet mondani, hogy az ott lakókon kívül hát gyakorlatilag más nem használja. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem egy olyan közforgalmú utca, mint mondjuk itt bárhol a belvárosban, vagy akár Újdombóváron is főutca, vagy egyéb olyan utca, ahol nagy gyalogos forgalom bonyolódik le.
Amiért szót kértem, az a következő. Én teljesen más ügyből kifolyólag, de jártam ebben az utcában, és való igaz, hogy rossz az ott lévő túlnyomó többségében betonjárdákból álló, illetve ezekből a betonlapokból álló járdák minősége. Azonban az is látszik, hogy ezek egy része már a munkálatok megkezdése előtt is rossz állapotú volt, tehát nem feltétlenül a most folyó munkák miatt kerültek olyan állapotban be vannak. Ami számomra furcsa és fontos megemlíteni, hogy ugye indított itt az önkormányzat egy járdaépítési programot, amelyben bizonyos anyagokkal hozzájárul a járdák felújításához, elsősorban pont ilyen családi házas környezetekben, mint ez az utca is, és ezt elég sokan igénybe is vették, de ennek ugye az a lényeg, hogy mindenki saját maga hozza rendbe ezt a részt. Most itt is látszik, hogy egy részen föl vannak szedve ezek a beton elemek, amik a járdát képezték. Azt nem értem, hogy van az, hogy most erre van 15,5 millió forint forrás, anélkül, hogy mondjuk például fel lenne ajánlva nekik is a járdaprogramban való pályázat. Ugyanakkor a város számos olyan területét tudnám felsorolni, ahol olyan közforgalmú járdák vannak rossz állapotban, tehát nem magántulajdonban lévő járdák, amiket ebből az összegből nagyon szépen fel lehetne újítani. Itt ül mellettem ugye Berta János képviselőtársam, aki annak idején, amikor egy picit hagyt érek be a körzetembe, csak egy rövid kitérőre, az ottani járda helyrehozataláról volt szó, illetve annak az összegnek a megszavazásáról. Hát akkor többször is úgy nyilatkozott, hogy ő nem szívesen támogatja ezt az ügyet, részben az összeg nagysága, részben egyéb okok miatt. Most ugyanakkor kíváncsi leszek, hogy fog-e támogatni ezt a 15,5 millió forintot, ami 6-szoros összeg, vagy 7-szeres az áfát is hozzászámoljuk. És még egyszer mondom, egy olyan utca járdájának a rendbetételét célozza, ami egyrészt forgalom szempontjából összesen hasonlítható egy belvárosi járdaszakasznak a forgalmához, részben pedig ugyanúgy, mint mondom, a járda program keretében lehet, hogy ugyanúgy meg lehetne csinálni. Egyébként még az az érdekes, hogy ugye az Ibolya utcai részen is ugyanez a vízhálózati beruházás el lett végezve. Ott a járdák annyira nem rossz állapotúak, de ugye ez az előterjesztés most egyelőre csak a Kéknefelej utcáról szól, de lehet, hogy majd akkor az Ibolya utcai részt is egy következő előterjesztésbe újra fel kell újítani pótmunka keretében. Tehát nem nagyon értem azt a részét a dolognak, és ezzel zárom is a hozzászólásomat, hogy vannak olyan részei a városnak, ahol saját erőből kell megvalósítani ugyanilyen munkákat, és vannak olyan részek, ahol közpénzből, a város pénzéből valósítjuk meg ezeket a munkákat, és vannak olyan közterületi részek, ahol meg nem valósítjuk meg ezeket a munkákat. Köszönöm. Van egyéb hozzászólás? A Berta úrnak mielőtt átadom a szót, röviden reflektálok a Simon képviselő által elmondottakra. Tehát úgy gondolom, hogy alapvető dolog az, hogyha egy képviselő eljön egy testületi ülésre, és hozzászólást tervez, akkor utána néz dolgoknak és szakmailag megpróbál felkészülni, hogy ne essen olyan hibába, mint most, amiben Simon úr, hogy tulajdonképpen olyan dolgokról beszél, aminek se füle, se farka. Ugyanis ha követte volna a korábbi dolgokat, és mondjuk nyáron is járt volna testületi ülésre, és nem jelenti ki azt, hogy nyáron nem hajlandó járni, mint egy 6 olyan ülés volt nyáron, amikor a többiek azért dolgoztak. De ez legyen az ön baja, hogy ilyen módon látta el a körzetének a képviseletét, akkor vagy értekezett volna olyan személlyel, akitől tájékoztatást tudnak kapni, és akkor nem kerül ilyen kellemetlen helyzetbe, mint most, vagy nyugodtan megkérdezhetett volna engem is előre, és akkor el tudtam volna mondani, hogy ez az összeg, ez nem használható föl bárhol járda építésre.
Ezt az összeget a költségvetésnek a gördülőfejlesztési fejezetéből emeljük ki, ami azt jelenti, hogy csak olyan területen lehet út és járda rekonstrukciót végezni, ami ivóvíz vagy szennyvíz hálózat munkálatokkal kapcsolatos. Tehát ez a pénz nem vihető akárhova, ez csak ezen a területen használható fel, mert az ivóvíz hálózat cseréjét követően oly mértékben sérült az út és a járda, hogy azt helyre kell állítani. És ezért mondtam, hogy szerencsére ennek a fedezete megvan, ugyanis ez a forrás, ez a DRV-től, egy állami cégtől érkezik. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy ennek a forrásnak az alapja az, hogy a dombovári ivóvízhálózatot és szennyvízhálózatot mi bérbe adjuk a DRV-nek működtetésre, és ezért ő bérleti díjat fizet. A gördülőfejlesztési terv az egy olyan forrás alappal rendelkezik a műszaki szakmai tartalom mellett, ami semmi másra nem használható, tehát abból nem csoportosítható át sehova. Annak a felhasználását ellenőrzik, illetve hát előre le kellett ugye adni évekre, van kis rövidtávú, középtávú és hosszútávú terv, de hát amúgy ezzel foglalkozott nagyon sokszor a képviselőtest, tehát nagyon csodálkozom, hogy ez ön előtt ennyire nem tiszta, hiszen egy nagyon vaskos anyag az, amikor ezt mindig évente behozzuk, évente felülvizsgáljuk, meghatározzuk. Most van folyamatban, hogy 2024-ig, ha jól emlékszem, ugye a gördülőfejlesztési tervnek a döntés előkészítése, mikor jön be, irodavezető? Hónap végén, szeptember végén jön be a következő időszak. A kedves kertvárosokat megnyugtatom, tehát nem a Kéknefelejts utcáról beszélünk csak, hanem az Ibolya utcában is épp ugye a járda helyre lesz állítva. Ez amúgy az erőterjesztésből egyértelműen kiolvasható. Ugyanakkor ez nem egyedi, tehát szerencsére vannak olyan lehetőségeink, amelyek mellett nem szabad elmenni. Tehát ahogy Simon képviselő gondolkodik, az szerintem egy nagyon hibás gondolkodásmód, mert az azt jelenti, hogy sem a gördülőfejlesztési tervet, sem mondjuk az Európai Uniós forrásokat ne használjuk föl járdaépítésre, mert igen, vannak olyan területek, ahol önkéntes járdaépítést propagálunk, de vannak, ahol szerencsére ezt meg tudjuk oldani. Ez egy hibás gondolkodás, én ezt nem szeretném magamivá tenni. Tehát ilyen alapon a Földvár utcában is teljesen új aszfaltos járda került kiépítésre, és nem az ott lakók csinálták, hanem az ivóvíz és a szennyvíz hálózat rekonstrukciójának a terhére. És szerintem mindenki örül, hogy egy akkora útszakaszon egy nagyon szépen kivitelezett járda tudott megújulni. Ha a Bezérédi utca területén jár, a Tótede és a Pannonia utca között, az ipariskola fölött, mondjuk így, akkor ott is azt láthatja, hogy az út két oldalán térköves módon teljes egészében meg tudott újulni a járda. És ezt tettük úgy, hogy lehet, hogy ez Simon úrnak nem tetszik, nem támogatta volna, de én úgy gondolom, hogy egy nagy dőreség lett volna, hogyha Bezérédi utcában, azért mert esetleg önnek nem tetszik ez, mert hogy akkor egyenlőség alapján mindenhol mindenki saját maga építse meg az önkormányzat anyagi támogatásával, az anyagi alatt szó szerint anyagit értek, tehát beton meg zuzalék, azért akkor építettünk volna a Bezérédi utcában egy térköves járdát meg az ott lakóknak is az arra járók örömére. El kell, hogy keserítsem, hogy a gördülőfejlesztési tervben szerepel jövőre a Bezérédi utca 2, és azokon a területeken, ahol nincs megfelelő járda és a kivitelezés során össze lesz törve, akkor ott is meg fogjuk építeni a járdát. Ugyanígy 2020-ban ezt tárgyalja a testület, de a DRV nagyon-nagyon támogatja, sőt tőlük jött a javaslat, a Táncsics utcában is ivóvíz hálózat rekonstrukció lesz. Ami azt jelenti, hogy a Táncsics utcából már jött önkéntes járdaépítésre pályázat, de a bizottság azért utasítja el, ezek most kerülnek majd napirendre, azért utasítja el az önkéntes járdaépítési pályázatot, mert 2020-ban ivóvíz hálózat rekonstrukció miatt út és járdafejlesztés lesz. A Táncsics utca is egy zsák utca, valljuk be őszintén, ott is csak azok járnak, akik ott élnek, vagy vendégségbe mennek valamiért, de ettől függetlenül meg fogjuk építeni a járdát, mert lehetőségünk van rá, és az ott lakók ennek szerintem nagyon-nagyon örülnek. A Széchenyi utca ugyanerre a sorsa fog jutni 2020-ban, hogy ivóvíz hálózat rekonstrukció miatt járdát és utat építünk.
De mondhatnám a Pannonia utca 36-40-et, ami az korábbiakkal ellentétben valóban egy nagyon-nagyon forgalmas útszakasz, és nem út, járdaszakasz. Útszakasz szempontjából nem annyira forgalmas, hiszen azok parkolnak ott, akik ott laknak. De a járda az egy nagyon forgalmas járda, viszont nem járdát hozunk rendbe, hanem ugye az oda ültetett fasor 15 évvel ezelőtt olyan szinten rongálja az egészségnek. Az ivóvíz hálózatot veszélyezteti a magas feszültségű földkábelt, valamint a csapadékvíz elvezető rendszert, hogy nem sokára, pár napon belül nekiállunk a fák kivágásának, gyökerezésének, viszont ott már több alkalommal nagyon komoly csőtörés volt, ahogy ezek a gyökerek fölnyomták a járdát, meg ki fogjuk rángatni, összetörik, tehát egy új térköves járda kerül kivitelezésre. És akkor mondok még másik két példát. Az ön gondolkodása alapján az Erdősúr utcát, Szuajdonban és a Rét utcát nem kéne átépítenünk. Holott erre Európai Uniós forrás áll rendelkezésre. Tehát mind a két utca Európai Uniós forrásból meg fog újulni, és nem fogjuk azt mondani az ott lakóknak, hogy azért, mert a Kertvárosban vagy Tüskében most három helyen is folynak ilyen jellegű önkéntes árdaépítési munkálatok, azért, mert máshol önkéntes árdaépítés van, akkor adjuk vissza az Európai Uniós forrást, ennek a nagysága kb. 20 millió forint a két utcába, hát nem fogjuk visszaadni azért, mert önnek ez a véleménye. A Berta Jánost próbálja itt hergelni, szerintem helytelenül teszi, ugyanis a Berta úr végig nagyon akkurátusan kiállt a választókerülete járdaépítési munkálatai mellett, és hát örömmel tudjuk azt bejelenteni, hogy az 5.-6. utca, ami benn van a költségvetésben, a mind a két utcának a helyreállítási munkálatai jövő héten elkezdődnek, tehát ezek sem maradnak ki, mint ahogy azért az újdonbovári területen most elég szép területeken újultak meg járdák, lásd az óvoda, lásd a főutca első utcai kereszteződést, lásd a 8. utcai kereszteződést a főutcánál, úgyhogy nem is tudom mindent felsorolni, tehát volt azért szépen, de a legfontosabb valóban az állapota miatt az az 5. és a, vagy 4. 5. ezt mindig keverem, 4. 5. ugye az van a költségvetésben, 4. 5. mindegy. 5. 6. van benne, 5. 6. akkor jól emlékeztem. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen. Berta úr, parancsolja. Én mindig örültem, hogyha a városban bármiféle fejlesztés történik, főleg a járdaépítés terén, így természetesen ezt is meg fogom szavazni. Köszönöm. Sibon úr, második. Csak egy nagyon rövid mondat. Nyilván nem egyről beszélünk, bizonyos dolgokban, pedig hát, hogy az én gondolkodásmódom mi, azt majd én eldöntöm minden egyes adott témánál. Egyébként annak nagyon örülök, ha csak én látom rosszul ezeket a dolgokat, mert akkor ezek szerint itt minden tökéletesen rendben megy, úgyhogy akkor jó kezekben van ezek szerint a város. Teljes mértékben egyet tudunk érteni ezzel a kijelentésével, hogy jó kezekben van a város. Nehéz beismerni, hogy ezzel a témával ön nagyon csúnyán mellé nyúlt. Nyilván meg se tudja magyarázni, de hát ez már legyen az ön problémája. Több hozzászólást nem látok, kérem, hogy szavazzunk. Simon István tartózkodott. Gondolom már nagyban fűzi azokat a gondolatokat, amit egy újabb mesébe foglal, mert hát ugye nyíltan azért nem meri leírni a véleményét, csak ilyen mese kategóriákkal foglalkozik. De hát ez legyen az ön problémája. Közösségeket kialakítása a Pannonia úton címmel következik a sportösztöndíj bevezetés a domovári sportegyesületekben sportolók, versenyzők részére. Szerintem egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen aki belelát az ilyen szintű versenysportba, az tapasztalja azt, hogy elmondásokból, vagy közvetlenül is, hogy azok a
sportolók, akik kiemelkedő szintet érnek el, azoknál óvatatlanul olyan költségek jelennek meg, amit sok esetben a szülőnek, hozzátartozónak vagy magának a sportolónak kell bevállalni. Az atlétákkal beszélgetve például sportorvosi vizsgálatra, kiemelkedő sportorvosi vizsgálatról beszélek, tehát nem az általánosról, tehát amikor már olyan szintű vizsgálatok vannak, ami külön labort igényel, vagy kiegészítő, teljesítményfokozó, legális szerekről beszélek, tehát izotóniás, különböző fehérje tartalmú italokról, ételekről. Tehát azokra már nincs költség, vagy mondhatom azt is, hogy nem egy esetben olyan szintű utazási, szállásköltség jelentkezik, és mondjuk, hogyha a kisgyereket még el is viszik, sok esetben ugye a szülő nem meri elengedni a gyermekét, azért a szülők is utaznak, és hát nagyon jelentős költségek jelentkezhetnek. Ezért arra tennék javaslatot, hogy vizsgáljuk meg, és vezessük be a Buzánszky Jenő sportösztöndíjat. Buzánszky Jenőről azt gondolom, hogy nem kell mesélnem, vagyis beszélnem sem. A fia jóvá hagyta, úgy tudom, a névhasználatot, amit a bólogat, hogy igen, és vezessük be, alapítsuk meg a Buzánszky Jenő sportösztöndíjat. Ez az ösztöndíj járjon azoknak, akik valamilyen sportágban, Magyarországon elfogadott sportágról beszélek, tehát az azt jelenti, hogy van országos, legális, bejegyzett szövetsége, válogatott kerettagságig vitték, vagy olyan kiemelkedő tehetséggondozási programban vesznek részt, ami már tulajdonképpen egy lehetséges válogatottságnak az előszobája. Ilyenre most egy konkrét példát tudok mondani, mondjuk az úszóknál a jövő bajnokai program. A többi sportágat is nézzük. Egyelőre még azok a javaslatok, amiket kaptunk, azokat hát le kell ellenőriznünk, azok egy kicsit bizonytalanok, hogy valóban az tényleg olyan kiemelkedő, előnevelő program-e. Ezen kívül feltétel a dombovári állandó vagy tartózkodási hely, hiszen a dombovári adófizetők pénzét fordítjuk erre a programra, valamint a 24 éves korhatár. Itt ennek a meghatározásában a nagyjáboli főiskolai egyetemi befejező időszakot vettük. Az összeg, amelyet biztosítanánk, az negyedévente versenyzőnként 20 000 forint. A polgármesternek lenne lehetősége meghatározni az ösztöndíjra jogosult kedvezményezetnek a személyét. Azért nem a testület, mert azért ez egy jövő menő program, tehát az azt jelenti, hogy szinte minden testületülésre napirendre kéne fűzni, vagy hozni, és hát valljuk be őszintén azért annyira objektívek a feltételek, hogy maga a munkaszervezet, hogyha megvizsgálja a feltételeknek a rendelkezésre állását, akkor tulajdonképpen a polgármesternek nincs más lehetősége, csak jóvá hagyni az ösztöndíjat. Idén először egy negyed évre biztosítanánk az ösztöndíjat, tehát a negyedik negyed évre, és szeptember végén, október elején adnánk át az első jelentkezőknek. Ja, a jelentkezés egyrészt a sportegyesületek alapján, másrészt ugye minden sportegyesületre nem látunk rá, ezért nyilván az lehetséges érintett maga is jelentkezhet és bejuthatja a kérelmet. Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség és egy igazán nívós ösztöndíj lesz. Kérdések? Hozzászólások? Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Közösségi kert. Ja, és a rendelet jön. Bocsánat, ez volt a határozat és a rendelet. Igen. Közösségi kert kialakítása a Pannonia úton. A jelzett helyrajzi számon lévő területet sokáig egy magánszemély művelte. Visszaadták a kertet koruk egészségi állapotuk miatt, és az a baj ezzel a területtel, hogy ezt mi már korábban, több évvel ezelőtt még Frellerné dr. Kovács Anna volt a jegyzőnk, már akkor vizsgáltuk, hiszen valljuk be őszintén azért a Pannonia úton egy ekkora méretű telek,
azért egy értékes terek. Ez egy nagyon értékes terek. Ugyanakkor, hát szerettük volna beépítetni, vagy beépítésre adni. Ugyanakkor, ha a 2096-os helyrajzi számot valaki nézi a terv alapján, ott van egy ilyen kis kitüremkedés, az egy óriási kémény. Ez egy hatalmas kémény. Tehát annak idején sajnos az engedélyezők szerintem nem voltak elég figyelmesek. Tehát azt a kéményt véleményem szerint nem lett volna szabad odaépíteni. Ugyanakkor emiatt a hatalmas kémény miatt ez a házhoz hozzáépíteni nem lehet. Tehát sorházat nem lehet kivitelezni. Ugyanakkor önálló családi ház kivitelezésére meg alkalmatlan a terület, a rendezési tervünk szerint a beépítési százalékok miatt. Tehát itt csak sorházas megoldás képzelhető el. Ugye fölötte is sorházak vannak, ugye hát a Platántér alatta is sorház van, tehát itt nem helyezhető el egy önálló családi ház, csak sorház, és akkor a beépítési százalék az megfelelő lenne. Majd egyszer talán lesz valamilyen műszaki megoldás, nyilván egy kéményt átrakni, meg a fűtésrendszert átvariálni, hát az több millió forint, azt nem lehet. És így jött az ötlet, hogy amíg valamilyen okos megoldás nem keletkezik évek alatt, addig akkor egy közösségi kertet alakítsunk ki. Ennek a lényege az, hogy mint a terv is mutatja, hogy nagyon kicsi ágyásokkal rendelkezik, 6,5x1,5 méteres, tehát nem rabszolga sorba hajló munkáról van szó, amikor ilyen nappal a kertet kell művelni, hanem egy kis ágyás, tehát hogyha van egy fiatal család, ahol nagyon szeretnének mondjuk a kisgyereknek friss zöldséget, karalábit, nem tudom mit adni, és egy ekkora ágyásban az megtermeszthető, akkor az működőképes lehet. Több ágyást is lehet igényelni, nagyon jelképes az összeg, 5 forint per hó per év, tehát tényleg csak azért, hogy műveljék a kertet, meg hát egy jó közösség alakulhat ki. Körbe van kerítve a terület, azért az fontos, tehát oda bárki nem tud szerencsére bemenni, hát jó, persze tudjuk, hogy valaki akar, oda bemegy, nagyon forgalmas helyen van, és hát remélhetőleg egy igazi kis közösség alakulna ki, akik művelik, egymásnak tanácsot adnak, nézik egymásnak az ötletét, művelési technikáját. Kérdések az előterjesztése kapcsolatban. Hozzászólás. Igen, a Péter. Szeretném kifejezni, hogy ott az a kémény, mert ezáltal gyakorlatilag lesz egy olyan belvárosi zöld terület, amit valamilyen módon a közelben lakók tudnak hasznosítani. Ahogy polgármester is elmondta, ezt a telket ilyen állapotban idei év nyarán kapta vissza önkormányzatunk, és egy elég leromlott állapotban szerintem az mindenképp helyreállítást igényelne, hogy valamilyen módon kinézzen és ne roncs ott a összképet, hogy ne kerüljön be ebbe a dzsumbujas, ráadásul a mi területünk, ne kerüljön be az előző előterjesztésben szereplő dzsumbujas telkek közé. Ez a kert abból a szempontból lenne jó, mint hogy önök is tudják, vagy sokan tudják, hogy Budapesten, nagyvárosokban újra reneszánszát éli a közösségi kert. Nem a Dombóváron már meglévő munkás kert jellegű kertek, hanem mondjuk azt, hogy az olyan kertek, amik sokkal inkább nem munkával járnak, vagy nem annyi munkával járnak, hanem sokkal inkább a közösségépítést szolgálják, és tényleg, ahogy polgármester is elmondta, tehát valamilyen módon lehetővé teszik a gyerekeknek, unokáknak mondjuk azt annak a bemutatását, hogy a hagyma, meg a karalábé, meg a egyéb növények ugye nem a Tesco-ba, meg a Lidl-be teremnek, hanem valahol a környezetünkbe. Ezért örülök, hogy ez itt Dombóváron megvalósulhat, és például szolgálhat, és esetleg, hogyha erre a 13 ágyásra találunk bérlőt, illetve a közeliek használatba veszik, akkor talán ez a mozgalomnak talán nem mondanám, de talán ez a mozgalom lelkesedés megmarad, akkor mások is ezt folytatni tudják, és akár a közelben lévő, akár önkormányzati, akár magáningatlan ilyen további közösségi kertek is létrejöhetnek a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, valamelyik hozzászólás. Nem látok, kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Dzsungel térkép.
Ja, itt is van rendelet, bocsánat, mindig ezt elfelejtem. Rendeletről is szavaznunk kell. Akkor most jön a dzsungeltérképes előterjesztés. Eddig kollégáim 46 darab magántulajdonú ingatlan, 10 darab magyar államtulajdonában lévő ingatlant és 4 darab jogi személyiségű vállalkozás tulajdonában lévő ingatlant tártak föl, ahol hát lehetetlen állapotok uralkodnak. Aztán tegnap volt egy lakossági fórum, amikor Berta Jánossal és Glaub Róberttel volt szerencsénk bejárni a faterítőnek egy részét. Javasoltam is egy úrnak, hogy nyugodtan föl lehet rakni azt a több hektáros részt is ide. Nem tudom, benne van irodavezető úr a faterítő, akkor nyugodtan rakjuk be. Tehát ott döbbenetes viszonyok vannak. Tehát ezekkel valamit kezdeni kell, ezért készült a térkép. Na most önmagában az, hogy csinálunk egy ilyen térképet, és fogjuk a fejünket, csopánkodunk, az kevés. Tehát itt a Városháza munkaszervezetére vár a feladat, hogy nagyon hatékonyan lépjenek föl. Ezért hármas eredeti előterjesztésnek szánt módosításnak, kiegészítésnek javaslom bevenni, hogy városunk jegyzője a mindig rendes testületülés napirendi pontjai között az elsőben, tehát a két ülés közöttiben adjon tájékoztatást visszamenőleg az adott hónapra, időszakra, hát nem konkrét hónapra, ugye, mert az előterjesztésig, tehát nagyjából az mindig ilyen fél hónap, big fél hónaptól, tehát 15-től 15-ig tartó időszakra, hogy hol, mikor tudtak érdemben lépni. Nyilván az egyik lehetséges mód az a bírságolás, és hát szerintem attól se kell megretteni, hogy itt van akár állami terület, szóval az államot is lehet bírságolni szerintem, ugye? Tehát lépjünk föl keményen, mert tényleg nagyon meg tudja keseríteni a szomszédoknak, meg az utcában lakóknak az életét, ahol ilyen áldatlan állapotok vannak. Kérdések vannak-e? Hozzászólás? Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Természeti érték kategória bevezetése Dombováron a következő napirendünk. Természeti emlék, nem érték, emlék, bocsánat, emlék. Az a természetvédelmi törvényben meghatározott kategória. A helyi természetvédelmi területeknél és értékeknél ezzel eddig nem éltünk. 4 olyan terület és egyedi emlék van, amire szeretném javasolni, hogy kezdjük el a védettségét. Az egyik az a Nyerges és Szőlőhegy közötti völgy forrásai. Szoktam ilyen kvíz kérdést föltenni, hogy ki tudja megmondani, hogy Dombováron hol van a Dobó utca, és hát erre általában nem nagyon tudnak válaszolni az emberek. Hát ez a Dobó utcai rész. Tehát Dombováron volt valamikor is hivatalosan Dobó utca Szőlőhegyen, ott van egy ház, aminek a homlokzatán a mai napig ott van a Dobó István tábla, utca tábla, az ott maradt. Na ez az a rész, ez az a völgy, ahol egy nagyon szép erdő és források fakadnak. Aztán a Szent Anna forrást, a kápolnánál lévő forrást javasoljuk ide. A 61-es főút melletti Hársfasort, ami állami terület, és a szőlőhegyi Dőri Kúria kertjét, ahol még külön meg kell kérnünk egy botanikust, hogy pontosan egyetszámra levetítve mutassa ki az értékeket. Ránézésre is látszik, hogy nagyon öreg tölgyek, nagyon egy eredeti zöld folt, ami ott megmaradt. Beszéltünk a kúria tulajdonosával, ő támogatja. A 61-es főút melletti terület gazdájával, a közúttal beszéltünk. Szóban támogatják a dolgot, de nyilván végig kell futtatnunk a hivatalos engedélyezést, illetve jóváhagyást a részükről. Az egyházzal is értekeztünk, mind a helyivel, mind a mágocsival, ugyanis hát kevesen tudják, hogy a Szent Anna kápolna az a kaposztekcsői plébániához tartozik, viszont a kaposztekcsői plébánia fölött most a mágocsi plébános diszponál.
de szóban támogatják. A nyerges szőlő egy közötti forrás sokkal még van egy kis gondunk, ott megvan a tulajdonos, egyelőre viszont még nem találtuk meg, de hát nyilván majd fogunk fele is értekezni. Kérdések vannak-e? Hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Egyhangulag elfogadtuk. Több napi rendi pontunk ugye nincs. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, további szép napot kívánok mindenkinek.